hangszerek? Mama és papa nagy takarítást tart. Mamával a padláson találtuk ezt a dobozt. Ó! Kitaláljátok, mi van benne? Nem. Tele van hangszerrel. Wow! Ho-ho. Régiek és porosak is. Achú! Ezen a hegedűn tanultam süldőkoromban. Mama, tudsz is még játszani? Nagyon rég nem próbáltam. Kérlek, mama, játsz valamit. Talán nem felejtettem el. Hurrá! Mama, kipróbálhatom én is? Így kell fogni. Igen, mama. Ó! Jesszus Mária, ezt nem nevezném zenének. Zsoli is szeretné kipróbálni. Így kell fogni, Zsoli. Ez is igazi macska zene. A hegedű nem malacnak való. Hepa, nincs kedved kipróbálni ezt a kis dobot? Köszönöm, papa. Ez jobban hangzik. Pepa szeret dobolni. Ho-ho, de ügyes! Igen, nagyon szépen szól. Ez a papa régi harmonikája. Ezzel vettelek le a lábadról az első randinkon. Ó, papa malac, pont olyan, mint régen. Zsoli is szeretne harmonikázni. Biztos, Zsoli. Harmonikázni nem egyszerű. Zsoli, harmonikázni százszor, sőt, ezerszer olyan nehéz, mint dobolni. Rendben, Zsoli. Talán Zsolinak még nőnie kell a harmonikához. Papa, milyen hangszer van még a dobozban? Csak ez a kürt. Kipróbálom. Nagyon erősen kell ám fújni. Nem egészen így. Ez lehetetlen. Valaha tudtam játszani rajta. Ez sem volt jobb az előzőnél. Talán egy olyan nagy kövér disznó, mint jó magam. Ugyanolyan rossz, mint az előzőek. Pepának igaza van. Nem tudunk játszani rajta. Semmi baj, papa malac. Inkább játsz a harmonikán. Az annyira jól megy neked. Ebben valóban nagyon ügyes vagyok. Főleg, ha te mondod. Majd kísérlek a hegedűn. Én meg majd dobolok. Mama malac hegedül. Papa harmonikázik. Pepa meg dobol. De milyen hangszeren játszik Zsoli? Zsolinál megszólalt a kürt. Mama sem tudott rajta játszani. Papa sem tudott rajta játszani. Még nálam sem szólalt meg. De Zsolinak sikerült. Ha 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 ha